kívánok! A Greenpeace ezért követeli a kormánytól, hogy állítsa le a földaladásokat. Gyakorlatilag most az összes szántóföldet, ami állami tulajdonban van, eladja. Az állami vagyon mindannyiunké, az önöké, a miénk, a gyerekeinké. Ezt árusítja most ki. És gyakorlatilag mindenféle egyeztetés, nemzeti konzultáció nélkül. Ugye mindenről tartottunk mi már nem áll és valós nemzeti konzultációt. Erről, ami tényleg húsba vágó mindenkinek erről. Még csak lehetőség sem volt, hogy meghallgassák, hogy hallhassák a hangjukat azok, akik ezt ellenzik. Szomorúsággal, nehéz szívvel állunk itt a magyar vidék, szeretett magyar közüttel. Tulajdonképpen szegényebb lesz az egész család. A családi ezüstöt kiárusítjuk, a vésztartalékot, ami bármikor ínséges időben jó lehet. Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb negatív hatása, ami már napjainkban is érződik, és ami fokozódni fog, az az, hogy gyakorlatilag a falvakban kiszorulnak a kis parasztok a termelésből, és ezek föl fognak menni a városokba munkanélkülinek. Kinek panaszkodjon a városlakó, akinek asztalára immár csak a mezőgazdasági nagyüzemek vegyszeres tápláléka jut. És persze joga van bárkinek földet venni, de lehetősége mégiscsak kevesebb. Átverések lesznek az árverések. Mondjanak bármit az új tulajdoni lapok. Miénk a föld, ez a mi örökségünk, miénk az ország, és miénk az örök hatalom. Ne nyugodjunk békében! Távú hatás az mindenképpen az, hogy nem lesz egészséges élelmiszerünk, illetve egyre drágább lesz. És valóban, hogy a városlakók ma nem érzik, hogy ez miért fontos. De azért nem érzik, mert már megszakadt a kapcsolat a vidék és a város között. Mert valaha megvolt. Amikor háború volt, én emlékszem, az én édesanyám, az lementek vidékre, vitték a ruhákat és cserélték élelmiszerre. És a vidék ellátta a városát. Ma azt hiszük, hogy a szupermarketekben úgy magától ott van a kaja. Könnyű bánni külső ellenünkkel, ha kivesznek-e belső bitangok. Hírem, ha van, futok a toronyba, megkondítom azt a vészharangot. Kövesd a botrányos földárverések részleteit az átlátszó.hu-n.